A magyar kormány Európában elsőként megkérdezi az embereket az Oroszországgal szembeni szankciókról, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. Közölte, Európa országai ma az olajért, a földgázért és a villamos energiáért szankciós felárat fizetnek, miközben Amerikában a gázár és a villamos energia ára töredéke az európai áraknak. A kormányfő rámutatott, az Unió gyakran az európai értékek megsértésével vádolja Magyarországot, miközben a legfőbb európai érték a demokrácia. A szankciókat azonban nem demokratikusan fogadták el, hanem brüsszeli bürokraták és az európai elitek döntöttek róluk. Annak ellenére nem kérdezték meg az embereket, hogy azok az árát az európai polgárok fizetik meg, mondta. Hozzátéve, a kabinet egy nemzeti konzultáció keretében vár választ arra az emberektől, egyetértenek-e a szankciókkal és támogatnak-e újabbakat. A miniszterelnök arra kérte a magyarokat, hogy mondják el a véleményüket, mert a szankciók minden magyar család életét érintik. Magyarország ma erősebb, mint a kommunizmus bukása óta bármikor, és bár a szankciók súlyos károkat okoznak, van esély arra, hogy a kormány ebből a válságból is megerősödve hozza ki az országot, mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. A kormányfő napirend előtti felszólalásában azt mondta, a kormány erős tempót diktál majd a következő hónapokban. Jelezte, a kormány a következő 2 év válságkezelési időszakában sem adja fel nemzetstratégiai céljait, folytatja a közlekedési hálózatok fejlesztését, a családtámogatási programokat, a fejlesztés alapú gazdaság kiépítését, az egyetemfejlesztési programot, a haderő fejlesztését és a nemzetegyesítő programot. Azt ígérte, a családtámogatást tovább szélesítik, december elején alakítják ki a 2023-as költségvetés végleges formáját, és abban már új családtámogatási intézkedések is megjelennek majd. Orbán Viktor megerősítette, a Brüsszellel fennálló viták ellenére Magyarország továbbra is az Európai Unió tagjaként képzeli el jövőjét. A kormány partnerséget kínál az önkormányzatoknak, és mindenkivel tárgyalni fog, hogy a legfontosabb közszolgáltatások működése jövőre is fennmaradhasson, cserébe pedig mindenkitől takarékosságot várunk el, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlését követően megtartott sajtótájékoztatón hétfőn Budapesten. Amikor az orosz agressziót elítéljük és az erre adott válaszként bevezetett, szerintünk teljesen téves energetikai szankciókat kritizáljuk, jól látjuk, hogy ezek együttes következményeként jövőre a jelenlegi intézmények fenntartása a 25 megyei jogú városnak több mint 135 milliárd forint plusz kiadást jelent, mondta Gulyás Gergely. Kiemelte, ez a gyakorlati következménye azoknak a nagy európai vitáknak, amelyek a háborúról és különösen a háborúra adott energetikai szankciókról zajlanak. Hozzátette, a kormány és az önkormányzatok egymásra vannak utalva ebben a helyzetben. Arra kérte az önkormányzatokat, faragják le plusz kiadásaikat, de a közszolgáltatások esetében a legfontosabbakat tartsák fenn. Megjegyezte, még így is állami segítségre lesz szükség, a kormány tárgyalni fog az önkormányzatokkal és igyekszik segítséget nyújtani. Egyetlen hosszú távú megoldás van az, ha az energetikai szankciók helyett olyan politikára térünk át, ami normalizálja Európában az energiaárakat, emelte ki a miniszter. Külön kell igényelni a nagycsaládosoknak járó gázárkedvezményt, ez nem jár nekik automatikusan, hangsúlyozta a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke kedreggel az M1-en. Kardosné Gyurkó Katalin a műsorban azt mondta, az igényléshez szükséges dokumentumot az Államkincstár honlapjáról lehet letölteni, majd be kell adni a kormányhivatalhoz. Az elnök közölte, több mint 300 ezer nagycsaládos él Magyarországon, miközben eddig csupán 30-40 ezeren jelentkeztek gázártámogatásra. Kifejtette, az számít nagycsaládosnak, akinek legalább 3 gyermeke van, és családi pótlékot kap. Az igénylésről az MVM, a Magyar Államkincstár és a NOE honlapján is találni információkat, jelezte. Kardosné Gyurkó Katalin elmondta azt is, a kedvezményt folyamatosan lehet igényelni, ugyanakkor a kormány által bevezetett árstopp december végéig van érvényben. Ezért javasolt, hogy az érintettek minél gyorsabban töltsék ki a szükséges dokumentumot.
Magyarország nem támogat semmit, ami közvetve vagy közvetlenül veszélyeztetné a paksi atomerőmű építését, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közmédiának hétfőn. A politikus a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésének plenáris ülésén szólalt fel Bécsben. Hangsúlyozta, hogy miközben az Európai Unió a recesszióba tart, nagyon komoly energiaellátási gondokkal küzd, nem létezik energiapiac. Az energiaárak jelenleg az égbe szöknek, miközben a kelet-nyugati ellátási láncok megszakadtak. Ebben a helyzetben megnövekszik a nukleáris energia jelentősége. Kiemelte, világossá kell tenni, hogy nukleáris energia nélkül nincs biztonságos energia utánpótlás, nincs megfizethető energia Európában. A nukleáris energia kapacitások csökkentik a függőséget a teljesen energiafüggő környezetben. Ezért lehet azt mondani, hogy a nukleáris energia kapacitás egyenlő a szuverenitásunkkal. Magyarországnak több mint 40 éves, nagyon pozitív tapasztalata van a nukleáris energia felhasználása terén. Az energia előállításának ez a formája olcsó, fenntartható, aminélkül elképzelhetetlen lenne elérni vágyott céljainkat, mondta. Tudva levő, hogy az Európai Unió szankciókat léptetett életbe a háború miatt, de a szankciók első csomagja nagyon világosan kimondta, hogy a nukleáris energia nem esik hatálya alá. Sajnálatos módon egyesek az Európai Unióban túl teljesítve az elvárásokat, különböző akadályokat gördítenek a nukleáris beruházások elé, tette hozzá. Október 1-én kezdődik a népszámlálás, amelyen a részvétel kötelező. A kérdőíveket október 16-áig interneten lehet kitölteni, majd számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyekből nem érkezett be online kérdőív. Közölte a Központi Statisztikai Hivatal elnöke hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón. Vukovics Gabriella azt mondta, a 10 évenkénti népszámlálás pillanatképet ad az országról. Bemutatja, milyenek a magyarok, például, hogy milyen viszonyok között élnek, milyen a munkaerőpiaci helyzetük, az egészségi állapotuk, a vallási hovatartozásuk. A válaszadás azért is különösen fontos, mert a kapott adatok megalapozzák a jövőbeni döntéseket. Képet adnak a helyi ellátási szolgáltatási és infrastruktúrális igényekről, információval szolgálnak új vállalkozások létrehozásához, és most először energiahatékonysági döntések előkészítését is szolgálják, ismertette a KSH elnöke. Vukovics Gabriella kitért arra is, hogy az idei lesz az utolsó hagyományos népszámlálás, amelyen még a lakosság aktív együttműködésére van szükség. A következőhöz már állami adatbázisokat használnak fel. Ingyenes, online elérhető tananyagokból bárki bővítheti a tudását szinte bármilyen területen, legyen az nyelvtudás, kultúra vagy hobbi, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében. Ahogy a dokumentumban olvasható, az élethosszig tartó tanulás ma már nem csak a munkaerőpiacon alapfeltétel, de a szabadidő tartalmas eltöltésére is jó módszer lehet. Tanfolyamokra járni azonban drága és időigényes, az online tananyaghoz viszont bárki bármikor hozzáférhet, sokszor ingyen, írták. A közleményben példaként említették a Duolingo nyelvoktató alkalmazást, amely felméri a felhasználó aktuális nyelvtudását, és ahhoz kínál újabb és újabb leckéket, gyakorlatokat. Az angolul haladó szinten lévők figyelmét a BBC nyelvoktató podcastjaira, a németül tanulókét a Deutsche Welle ingyenes videókurzusaira hívták fel. A közlemény szerint annak, aki a Microsoft Excel programját szeretné jobban megismerni, a Masterfield és az Excel titkok ingyenes videós tanfolyamai segíthetnek. A képtárak rajongóinak a Google Művészeti és Kulturális Intézetének oldalát vagy alkalmazását ajánlották, amelyekben nagy felbontásban tekinthetők meg a világ múzeumainak művészettörténeti klasszikusai. A közleményben kiemelték a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kutyatartó tanfolyamát is, a gazdi jogsit. A magyarok többsége saját bevallása szerint tudatosan vásárol, figyel az élelmiszerek lejárati idejére. Mégis évente 65 kg élelmiszer hulladékot állít elő, amivel 45 000 forint éves veszteséget szenved el. Közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület hétfőn az MT-vel.
A közlemény szerint az Egyesület a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és az Electrolux Magyarország tavaly évvégén, idén évelején készített országos reprezentatív kutatást az élelmiszerpazarlással összefüggő attitűdökről és okokról. A felmérés rámutat a magyarok ellentmondásos hozzáállására, miközben 10-ből 8 magyar kellemetlenül érzi magát, ha élelmiszer dob ki, és hasonló arányban tekintik az élelmiszerpazarlást jelentős globális problémának. Mégis évente fejenként 45 ezer forintnyi élelmiszert dobnak a kukába. A többség saját bevallása szerint tudatosan vásárol, sokan ismerik hűtőjük tartalmát, figyelnek az élelmiszerek lejárati idejére, mégis jelentős mennyiségű élelmiszert pazarolnak a háztartások. Ezen felül közölték, csak a válaszadók 45%-a tudta, hogy 0 és 4 Celsius fokra kell a hűtőszekrényt ideálisan beállítani. Mindez azért fontos, mert például 6-5 Celsius fokos hőmérséklet mellett a hűtőszekrényben sok élelmiszer és étel idő előtt megromlik. A kutatásból az is kiderült, hogy a leggyakrabban ételmaradékot, pékárukat, zöldségeket és gyümölcsöket dobnak ki az emberek. Hétfőtől szavazhatnak a természetjárók az Aktív Magyarország általi már harmadik alkalommal meghirdetett év kilátója és év turistaháza pályázatok jelöltjeire. A pályázatok célja, hogy minél többen ismerjék fel az aktívan eltöltött szabadidő fontosságát, és induljanak el, fedezzék fel az ország legszebb panorámáit, illetve leghangulatosabb turistaszállásait. A két kategóriában több tucat nevezés érkezett, melyek közül a közönség választhatja ki, hogy melyik kilátó, illetve turistaház legyen idén az ország kedvence, közölte az MT-vel hétfőn az Aktív Magyarország. Mint a közlemény emlékeztetett, a beküldött pályázatok közül szakmai zsűri válogatta ki a 10-10 legjobbat. Olyan jó állapotú, rendezett környezetű célpontok kerültek be, amelyek izgalmas kerékpáros vagy gyalogos turistautak mentén fekszenek, így sokan megfordulnak ott. A szervezők kiemelték, hogy országszerte egyre több, egyre egyedibb kilátó teszi még vonzóbbá a természetjárást, a természetközeli turistaszállások pedig ma már korszerűek, így a mai igényeket kielégítő modern felszereltséggel várják a kikapcsolódni vágyókat. A 11. országos szakmai közlekedési versenynek adott otthont Tata. A rendezvény célja a szakmai ismeretekről és gyakorlati tapasztalatokról való számadás, azok bővítése és a csapatszellem erősítése volt. Az ország összes megyéjéből érkező egyenruhások a verseny első napján kressz és szakmai ismereteikből egyaránt számot adtak, valamint a motoros és autós járőrök gyakorlati vezetéstechnikai pályán mutathatták meg tudásukat. A karos forgalomirányító rendőrök Tata egyik legnagyobb, legforgalmasabb kereszteződésében irányították a közlekedőket. Az eseményt Farkas Gábor rendőr dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány, dr. Kans Csaba főispán, Oberling József ezredes, az Országos Rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának vezetője és Mihő József polgármester nyitotta meg. A Biztonság Hete rendezvényt is az országos versenyhez igazította a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság, így az általános iskolás diákoknak játékos feladatokkal igyekeztek a biztonság tudatos szemléletüket erősíteni és javítani. Csütörtökön a párás reggelt követően változóan vagy erősen felhős időre van kilátás, többfelé előfordulhatnak záporok, mérsékelt marad a szél, 14 és 20 fok közé melegszik a levegő. Pénteken változékony idő lesz, akár ismétlődő jelleggel is kialakulhat eső, zápor, egy-két helyen zivatar, élénk lesz a változó irányú szél, 14 és 24 fokos maximum hőmérsékleteket mérhetünk. Szombaton gyakran lesz erősen felhős az ég, eső, zápor is előfordulhat. Élénk erős lesz a délnyugati szél, 15 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a futózáporok mellett több-kevesebb időre kisüt a nap, erős lesz a nyugati a szél, a csúcshőmérséklet 13 és 21 fok között alakul. A jövő hét elején felhős idő várható, párfokos lehűléssel.